Idegenben és hazai medencében is legyőzte az UVS-ét a Panergy Miskolci Vízilabda Klub, és így egyenlített a rájátszásban a Miskolci együttes. De nem is akárhogyan. Ugyanis az utolsó áprilisi szombaton a Kemény Dénes uszodámban rendezett mérkőzésen a szezon talán legjobb játékát nyújtotta a házigazda, és megérdemelten nyerte meg a nagyon fontos találkozót. A 11-6-os miskolci siker azt jelenti, hogy egyenlített összesítésben a Miskolci klub, és május 2-án jön a párharc további jutójáról döntő találkozó. Bár hazai medencében szerepelhettek a miskolci pólósok a 9-től 12. helyezésekről határozó helyosztó mérkőzésen, de a tét komoly volt, ugyanis hazai pontvesztés esetén az UVS-e a párharc győztese. Hazai siker kellett ahhoz, hogy kicsikarhassa az újabb találkozó lehetőségét a fehér sapkában szereplő miskolci együttes. Két alkalommal, egyszer az alapszakaszban, aztán pedig a középszakaszban is győzni tudott az újpesti csapat az MVLC ellen, így a szabályok értelmében az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcot 6-0-ás összesítéssel kezdhették a fővárosiak. Ám dacolva a kedvezőtlen állással, egy idegenbeli győzelemmel indította a párharcot a miskolci gárda, ami után jött a most látható erőpróba a Kemény Dénes uszadában. Bár már rögtön az első akciójából betalált a hazai csapat, de a folytatásban meglepő módon több gól nem esett, így 1-0-ás hazai előnnyel érhetett véget az első negyed. Majd a másodikat is hazai találat indította, de ekkor már jöttek további gólok is, így magabiztosan uralva történéseket, diktálva a meccs ritmusát, 5-2-re vezettek a fehér sapkások a félidei szünethez érkezve. Az első két negyedhez hasonlóan a harmadikban is hazai akcióval indulhatott a játék a ráhúzás megnyerésének köszönhetően, de itt már egy elszántabb vendéggárda szerepelt, ám ez is csak annyira volt elegendő, hogy egyenlő leosztásban 8 gólt láthasson a publikum, és minden vendég próbálkozása jól reagálva őrizte előnyét a Miskolci Vízilabda Klub. 3 gólon belülre egyszer sem tudott bekerülni az újpesti csapat. A hazai kapuban Moravcsik Martin, majd a végjátékba beszálló Sipos Bendegúz is remekül védett, szilárd alapot adtak a mezőnyjátéknak, ami nagyon rendben volt, és a mérkőzés legeredményesebbjeként 4 gólig jutó Krasznai Bendegúz vezérletével, több kitűnő egyéni teljesítmény segítségével végül nagyon magabiztos hazai siker született a vízilabda rájátszás találkozó végeredményeként, amit a végén vastapssal köszönt meg a hazai publikum kedvenceinek. Panergy Miskolci Vízilabda Klub UVS-e 11-6. Győzelmével pedig egyenlített, 6-6-ra módosította az összetett állást az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc során a miskolci házigazda. Ami a mérkőzés sorozat további jutójáról határozó, a sorozatot lezáró újabb mérkőzés kiharcolását jelentette. Elsősorban gratulálok a Miskolcnak. Úgy játszottak, ahogy egy ilyen mérkőzésen kell. Sajnos mi nem tudjuk azt a formánkat hozni, amit az alapszakasz, középszakaszban tudtunk, és nem feltétlenül csak a Miskolc ellen, hanem az összes többi mérkőzésen, ami miatt azt a pozíciót foglaltuk el, amit, és amivel ugye egy 6-0-ás eredményről indultunk. Talán ez az előny, amivel nekiálltunk, ez egy kicsit elkényelmesített minket, bár nem láttam ezt a játékosokon, inkább azt láttam, hogy a teljesítmény nem olyan az akarat mellett, mint amilyennek kellene lennie egy ilyen egyenes kieséses szakaszban. Úgyhogy ezen fogunk dolgozni, hogy a hátralévő pár napban úgy tudjuk fogadni a miskolci csapatot, hogy nem csak uszodát biztosítunk a játékhoz, hanem ellenfelet is. Úgyhogy gratulálok nekik, és van még egy meccs, mi meg megpróbálunk úgy felkészülni, hogy valós esélyünk legyen a 9. helyért való küzdelemnek a folytatására. A tájékoztató folytatásában azzal a gondolattal szembesítettük a házigazda megbízott vezetőedzőit, hogy azért is nyújtotta talán a szezon a legjobb játékát csapata, mert nagy volt a tét, csak a győzelem volt elfogadható eredmény, csak így harcolhatták ki a folytatás lehetőségét. Mindenképpen elsődlegesen a mérkőzésnek a tétje miatt volt egy elképzelésünk már a párharc előtt, hogy nekünk minden áron az a célunk, hogy
legalább kiegyenlítsünk és kierőszakoljunk egy harmadik mérkőzést. Szerencsére ez most sikerült. Ugyanazt tudom elmondani, amit a budapesti mérkőzés után, ugye ott 7 gólt kaptunk, ma 6-ot, hogy nagyon fegyelmezetten és akarással sikerült ezt abszolválni, egy jó kapus teljesítménnyel, de nincs vége egyáltalán, igazából ez most kezdődik, úgyhogy megteszünk mindent a következő napokban azért, hogy a 9-10-kel játszhassunk. Ahogyan az elhangzott már Popovics Miklóstól, győzelmük egyik alapja a remek kapus teljesítmény volt. A főszereplőt arról faggattuk, hogy azon túl, hogy nagyon nehezen tudtak gólt dobni neki a vendégek. Minek köszönhető a vártnál is nagyobb arányú siker? Szeretnék gratulálni a csapatomnak, mert úgy ugattunk vízbe, ahogy szerettük volna, és amit szerettünk volna elérni a védekezésbe, azt maximálisan tudtuk csinálni. Ez volt a célunk, hogy elérjük ezt a 6-6-os pont állást, és tudjunk egy harmadik mérkőzést játszani. Illetve köszönjük szépen a nézőknek és szurkolóknak, hogy ennyien itt voltak és támogattak minket. Valamint a csapatkapitányunknak kisfia született, úgyhogy gratulálunk neki innen is. Magabiztos értékes győzelmével kiharcolta tehát az újabb, a sorozatot lezáró találkozó lehetőségét a Miskolci klub. Arról faggattuk a kitűnő kapust, hogy mire számít, mi dönt, dönthet majd a fővárosi Komjádi uszadában. A maximális védekezés, amit most is tudtunk csinálni, illetve az első meccsen, az utolsó két negyedben is, amit tudtunk csinálni, a fegyelmezett védekezés, és a higgadt játék elől ez vezethet majd győzelemhez. Összesítésben tehát döntetlenről indul a párharcot lezáró találkozó Budapesten május 2-án 17 órától. Amelyik csapat győz, folytathatja a küzdelmet a 9. hely megszerzéséért, itt az ellenfél már az EGRI együttes lesz. Az UVS-e NVLC mérkőzésen alulmaradó gárda pedig a 11. helyért küzdhet majd tovább Szentes csapatával.